Egy réges, régi ígéret az, amivel advent első vasárnapján foglalkozni fogunk. Isten gyermeke, Isten fia, a megváltó Jézus Krisztus nem előzmények nélkül születik meg csak úgy egyszer a betlehemi istálóban. Isten réges-régen megígérte ezt. Erről fogunk olvasni. És így olvassuk a mai délelőttön Mózes első könyvének az egész harmadik fejezetét. Így hangzik az élő Isten igéje Mózes első könyve harmadik fejezetének az első versétől kezdve. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amelyet a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és a feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen. Íme, az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen,
kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpalost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, kérünk, tárd föl a számunkra ezt az ősi kijelentést, és töltsd meg a szívünket a te igéddel. Amen. Foglaljunk helyet. Miért van az, hogy minden este holtfáradtan esel be az ágyba? És miért van az, hogy azoknak a napoknak a száma, amikor úgy érzed, hogy sikerült elvégezni a dolgaidat, eléggé kevés? És miért van az, hogy az örömnek a morzsái után is úgy kell erőlködnünk, hogy végre az örömnek csak egy morzsáját is átéljük? Miért van az, hogy az emberi kapcsolatainkat fenntartani, ápolni, hogy egyáltalán normálisan működjenek, a legtöbb energiánkat veszi el ezen a világon? Azért, mert elszakítottuk magunkat Istentől. Mert Isten egy tökéletes világba helyezett el bennünket. És a tökéletes, az tökéletes. Nincs mit hozzátenni. Nem volt félelem, nem volt fájdalom, nem volt halál, nem volt boldogtalanság, és nem kellett semmiért sem erőlködni. Azt olvassuk néhány verssel korábban, szó szerint így kellene fordítanunk, hogy megnyugtatta Isten az embert az Éden kertjében, és azt mondta neki, hogy műveld és őrizd. A munka az nem teher volt. A munka valami olyan dolog volt, aminek az ember újra és újra látta az értelmét. És az a világ, amit Isten rábízott, épült és szépült a keze nyomán. Az emberi kapcsolatok tökéletesek voltak, átlátszók. Ezért a mezítelenség. Nem kell félni attól, hogy mit látnak belőlem. Nem kell félni attól, hogy mit gondolnak rólam, hogy ki vagyok én. Olyan lehetek, amilyen vagyok. Miért van az, hogy valamikor 13 éves korunk körül ráeszmélünk, hogy hát jó lenne valahogy megfelelni annak a sok elvárásnak, ami körülvesz bennünket. És onnantól kezdve a halálunkig dolgozunk azon, hogy valahogy megképezzük azt az embert, akit szeretnénk látni önmagunkból. Hogy valamiképpen helyreállítsuk önmagunkat. És mire rátalálunk önmagunkra, addigra válunk bölcsekké, és őszhajszálak vegyülnek a hajunkba, és azt mondjuk egyszer csak 70 éves korunk körül, hogy most már nem izgat annyira, hogy mit gondolnak rólam. De miért van az, hogy az az ember, akit Isten tökéletesnek alkot, széttörik, eltörik? Miért van az, hogy az az ember, akit Isten tökéletessé formált, az ott fekszik a saját kétségei között, ott fekszik a saját eltört identitása között, a saját boldogtalanságában és egy életen keresztül próbálja valahogy helyre rakni önmagát? Hát azért van ez, mert abban a pillanatban, amikor az ember enged a kígyó gondolatainak, és megengedi, hogy az Isten szaván kívül másnak a szava is legyen a szívében, abban a pillanatban az ember kiveszi Isten kezéből az irányítást. És abban a pillanatban,
amikor ettünk a jó és rossz tudás fájának a gyümölcséből, jogot formáltunk magunknak arra, hogy mi döntsük el, hogy mi jó és mi rossz. Íme. Ennyi telik az embertől. Ennyire vagyunk képesek önmagunktól. Amit átoknak nevez a Biblia, az nem más, mint amikor Isten felvázolja az embernek a tette következményét. Istennek nem kell más tennie, mint kiengedni az embert a karjából. És már is itt találjuk magunkat. Az ember vágya az volt, hogy olyanná váljon, mint Isten. De hiszen olyan volt. Mindenestől olyan volt. Most pedig erőnek erejével azon dolgozunk, hogy felépítsük a nagyszerű emberi királyságot. Mennyiben hasonlít ez Isten tökéletes világára? Kezdetben egy királyság volt, ahol Isten volt az Úr. Mióta az ember kivette Isten kezéből az irányítást, folyamatosan építünk egy lázadó alternatív királyságot. És még mindig csodálkozunk, hogy nem megy. Hogy magunktól nem megy. Még mindig csodálkozunk, hogy úgy, hogy kiragadtuk önmagunkat Isten kezéből, hogy elszakítottuk magunkat az élet forrásától, még mindig csodálkozunk, hogy nem működik, hogy fájdalom és halál vesz körül bennünket. Isten ígérete, ami egy nagyon rövid és tömör üzenetben összpontosul a felolvasott igénkben. Isten egy réges-régi ígérete az, hogy megszünteti az emberek alternatív kiskirályságát, és újra egyesíti a mennyet a földdel. Amikor Jézus a mennyei királyságról beszél, Máté evangéliuma 13. fejezetében, egy példázatban, akkor ezt is mondja többek között. Máté 13:40-42. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Erről néha úgy szőrmentén már tettem említést, de itt most szeretném kihangosítani. Isten soha nem gondolkodott másként, mint hogy az ő királyságának egy nagyon pici szegletében lázadás van. De ez a lázadás nem fog örökké tartani. Ezt a lázadást nem hagyja Isten, hogy örökké működjön. Csak azért hagyja egy ideig, hogy az emberek lázadjanak ellene, hogy te meg én megtérhessünk, és újra együtt lehessünk Istennel a mennyben. De ezt a lázadást Isten le fogja törni. Ezért tehát azt mondja, hogy a világ végén összegyűjtenek majd az angyalok az ő országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. Ez most is az ő országa. Ez most is az ő királysága. Még akkor is, ha nekünk éppen nem úgy tűnik, hogy Isten uralkodna. De ez most is az övé. Igényt tart rá, és nem is fogja soha kiengedni a kezéből. Hanem újra egyesíteni fogja. Mert ez a szíve vágya, hogy boldogok legyünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy örömöt éljünk át. Mindaz, amire vágyakozol, valóság. Azért van a szívedben és az agyadban a tökéletes világnak a képe, mert mindannyian tudjuk, hogy onnan estünk ki. Azért tudjuk, hogy létezik a tökéletes világ, mert ott van a lenyomata a szívünkben. Mert Isten nem hagyja, hogy a bűn kitörölje azt.
Ezért vágyakozunk a tökéletes világ után. És Pál apostol azt mondja az Efézusi levél első fejezetében, hogy amikor Krisztus lejött erre a földre, akkor elkezdte ezt a grandiózus helyreállítási folyamatot. Elkezdte közelíteni a mennyet a földhöz újra. Mert úgy tetszett neki, mondja Pál, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ehhez gyűjt magának sereget Isten. Ezért vagyunk itt. Hogy csatlakozzunk azokhoz, akik felismerik, hogy egy óriási megtévesztés áldozata az egész emberiség a teremtéstől fogva. Hány állat tudott még beszélni a kígyón kívül? Egy se. Nulla. Hány állatnak volt bármiféle tudatos gondolata Istenről? Egynek sem. Mert ez a kígyó, ez egy árruha. Ez nem egy állat. Ez valamilyen olyan lázadó teremtmény, akiről nagyon szűkszavúan nyilatkozik itt a Biblia. De annyi biztos, hogy az embernek nyitott szemmel és füllel kellett volna járnia, mert Ádám és Éva tökéletes lények. Ádámra és Évára rá lehetett bízni a világ kormányzását. Minden állatot ismertek. Sokkal jobban, mint te meg én. Mert Ádám odament egy állathoz, ránézett és látta a lényegét, és nevet adott neki. Ez a névadásnak a nagyszerűsége. Látta az állatnak a lényegét, és tudta, hogy mivé kell ezt elnevezni. Minden állatot ismert. Csak ez a lény, a kígyó, ez minden állatnál ravaszabb volt. És tudta, hogy ha az ember szívét azzal a gondolattal közelíti meg, ami a szabad akaratára vonatkozik, akkor az ember el fog bukni. Tudta, hogy ha azzal fog közelíteni, hogy lehet még magasabbra törni, hogy lehet még többnek lenni, akkor az ember menthetetlenül el fog bukni. Honnan ismerte ez a lény, hogy egyáltalán lehet kihívni Istent? Hogy lehet nála magasabbra törni? Hogy lehet akarni nagyobbá válni, mint az Isten? Honnan tudta? Onnan, hogy ő jön ebből. Ő jön ebből az állapotból. Ő az, aki a világ történelemben egyedül, és egyszer s mindenkorra merte a lázadást beindítani. Ez a bukott angyal, akiről később a Biblia úgy nyilatkozik, hogy maga mellé édesgette, csábítgatta az angyaloknak az egyharmadát, aki a legmagasabb angyali rendek közé tartozott, aki ott állt közvetlenül Isten trónja mellett, vette magának a bátorságot és a bolondságot, hogy nagyobbá akarjon válni, mint Isten. Hát innen tudja, hogy milyen húrokat kell pengetni az ember szívén. A jó és a rossz tudásának a fája nem a tudatlan embert teszi okossá. Az ember nagyon is jól tudta addig is, hogy mi a jó és mi a rossz. Honnan tudta? Hát onnan, hogy Isten elmondta neki. Tudta például, hogy az rossz, hogyha eszel arról a fáról. Miért? Mert Isten azt mondta. És mert amit Isten mondott, az csak tökéleteset, jót és szépet hozott a világba. Az emberi lény
tökéletes. Nem tudatlan, nem kicsi, nem pólyás, hanem tökéletes. Mivel hozzászoktunk, hogy ruhát viselünk, úgy tűnik nekünk, hogy a meztelenség az valami gyermeki dolog. De a meztelenség az az átlátszóságot jelenti. Azt jelenti, hogy az lehetsz, aki vagy. Az állatoknak miért nem fordul meg a fejében, hogy jaj, el kéne bújni? Miért nem fordul meg a fejükben? Mert olyanok, amilyennek Isten teremtette őket. Az ember tehát tökéletes volt, átlátszó, és tudta, hogy mi a jó és mi a rossz. A jogot vette ki Isten kezéből arra, hogy innentől kezdve ő döntse el, hogy mit mond jónak és rossznak. És elkezdik építeni a lázadó emberi királyságot. Isten pedig ítéletet mond a kígyóval együtt az emberen és az egész lázadó, születendő új királyságon. Akkor pedig ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Hogyha megállapítottuk, hogy ez nem pusztán egy állat, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy az ítélet sem arra vonatkozik, hogy állatként milyen minőségben fog élni. Isten a gonosz fölött mond ítéletet, és nyilvánvalóvá teszi, hogy a gonosznak mekkora hatást tesz lehetővé az emberek fölött. Számunkra úgy tűnik, hogy a gonosznak óriási hatása van, és valóban, mert mi átadtuk neki az uralmat. De amikor azt mondja Isten, hogy hasadon járj és port egyél, akkor Isten ígérete arról szól, hogy a gonosz csak nagy erőfeszítések árán és komoly akadályoztatással tudja majd csak végezni a munkáját. Az a gonosz, aki azt gondolta, hogy magasabbra tör Istennél. Az a gonosz, aki azt gondolta, hogy ezzel elintéztem az embert. Ennek a gonosznak azt mondja Isten, hogy rendben van kígyó, rendben van sátán, tevékenykedhetsz, pusztíthatsz. De az olyan lesz, mintha járás helyett a hasadon kellene csúsznod. De nem lesz benne sok örömed. Olyan lesz, mintha állandóan nyelnéd a port, ennéd a kefét. Ez a bukott, hatalmas szellemi lény pedig, a csapatával, akiket maga mellé toborzott, az elkeseredett bosszújában mindent megtesz azért, hogy az embert lerántsa oda, ahol ő maga van. Mert hogyha a sátánnak komoly erőfeszítésekbe kerül, hogy bennünket öljön és pusztítson, akkor ez elkeseríti, és bosszú szomjassá teszi folyamatosan. És hogyha neki a hasán kell járnia, akkor bennünket is le akar rántani oda, ahol ő van, a porba. Miért nem azt mondja az ige, miért nem azt mondja Isten, hogy hasadon csúszszál? Mindannyian tudjuk, hogy a hasunkon nem járunk, hanem csúszunk, igaz? Azért, mert Isten azt akarja, hogy a gonosz tudja, hogy te nem fogsz járni. Hogy te nem tudsz csak úgy majd előre haladni. Hanem amikor te járni próbálsz, a szenvedés lesz. A hasadon fogsz járni, mert nem teszem lehetővé, hogy járj, és olyan gyorsan haladj előre, mint ahogy te szeretnél. És állandóan azzal fogsz szembesülni, hogy nem érek célt. Soha. Az ember felé pedig az Isten ígérete, hogy ellen tud állni ennek.
hogy van lehetőségünk arra, hogy ne ráncson le bennünket a porba. Mert amíg az ember a kígyó fejére tapos, a kígyó az embernek legfeljebb a sarkába mar. De mi történik akkor, hogyha valami elkapja a sarkadat? Megbicsaklasz. Elerőtlenedsz. Akinek a kígyó a sarkába mar, az elborul, és egyre közelebb kerül a porhoz, ahhoz, ahol a sátán csúszik. Ez a vágya. Abban a pillanatban, hogy a sarkadat támadás éri, hogy a sarkad elgyengül, nem tudsz járni. A sátán, az ősi kígyó abban akar meggátolni téged és engem, hogy kövessük az Urat, hogy járjunk az ő útján, hogy menjünk azon az úton, amit Isten kijelölt a számunkra. Ez a fő célja kezdetektől fogva, hogy lerántson oda, ahol ő van. Látjátok, Isten réges-régi ígéretében azt, hogy mennyire szeret bennünket? Azt mondja, hogy az a bukott főangyal, aki azt gondolta, hogy mindennél magasabbra tör, aki szellemi valóságában magasabbnak gondolta magát ennél a kis ember nevű teremtménynél, ami össze van gyúrva egy kis sárból, azzal kell szembesülnie újra és újra, hogy ez az ember még bukott lényként is nagyobb, mint ő. Hogy még így is az a réges, régi ígéret, hogy ő legfőjebb megpróbálhat elbuktatni bennünket azzal, hogy a sarkunkban mar. De Isten teremtményeként mindig fölötte fogunk állni. Amikor 4 testvérünk kerül kórházba egy hét alatt, azt hiszem, hogy akkor érzékeljük, hogy milyen, amikor a sátán mardossa a sarkunkat. Amikor a kígyó a sarkunkban mar, és megpróbál elerőtleníteni bennünket, és oda lerántani magához. A kérdés az az, hogy kész vagy-e kitartani Isten útján akkor is, amikor mardossák a sarkadat. Hogy kész vagy-e kitartani minden körülmények között Isten mellett és Isten útján. És azt mondani, hogy akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha belehalok, én kitartok az élő Isten mellett. Jézus egyenesen ezt mondja János evangélium a 8. fejezetében. Ti atyátoktól az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ember gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. A sátánnak soha nem lesz kisebb terve, akarata és szándéka, mint hogy megöljön. Soha. Nem fog kedveskedni, nem fog bocsánatot kérni, nem fog elnézést kérni, hogy belemart a sarkadba. Le akar rántani oda, ahol ő van, és ő akar a fejedre taposni. De az utolsó pont, amivel szeretném be is fejezni. A központi, nagy, ősi ígéret arról szól, hogy az embernek lesz egy utóda. Hogy az ember fiának lesz egy utóda, az asszony magva, akit úgy is nevezhetünk, hogy a sebzett hős, aki vállalja azt is, hogy halálos marást ejtsen rajta ez a kígyó, ő viszont egyszer s mindenkorra szétzúzza ennek a kígyónak a fejét.
Vetítsük ki azt a képet, kérlek. Egy kis segítség, hogy beégjen a retinánkba, hogy mi is történik. Eljön az utód. Az asszony magva, aki rátekeredhet az utódnak a lábára. Az ősi kígyó rátekeredhet a lábára. Halálos sebet fog ejteni rajta. De ő egyszer s mindenkorra szétzúzza ennek a kígyónak a fejét. Hát az ő eljövetelére várunk. De nem csak úgy várunk, hogy bárcsak eljönne egyszer, hanem úgy várunk, mint aki kihirdetjük, hogy eljött. Szétzúzta a sátán fejét, lefegyverezte, megszégyenítette, és már csak arra várunk, hogy az ő uralma kiteljesedjen rajtunk. Addig pedig Isten népeként, Krisztus követőiként, egy gyülekezetként, ami Krisztus teste, arra hív bennünket az élő Isten, hogy Krisztus testeként álljunk fel, képviseljük őt ebben a világban. Hirdessük, hogy van szabadulás. Hirdessük, hogy van szabadulás az Édenben elkövetett bűnből, hogy van helyreállás minden bűnből, amit te meg én elkövettünk. Mert eljött a sebzett hős, aki hagyta, hogy az emberiség minden bűnéért az ő sarkába marjon a kígyó. Elbukjon, lefeküdjön a porba, mint egy halott, és Isten feltámasztva őt örök életet adhasson mindannyiunknak. Addig pedig egy érdekes összefüggésre szeretném felhívni a figyelmeteket. Mindazok, akik Krisztusban örök életet nyertek, mindazok, akiknek a szeméről lehull a hályog, és tudják, hogy a lázadó királyságot Isten el fogja ítélni és meg fogja büntetni, mindazok, akik újra csatlakoznak Istenhez, és együtt dolgoznak a királyság helyreállításán, mindazoknak Isten a Szentlélek által jogot ad arra, hogy megtapossák az ősi kígyónak a fejét. Mert ezt írja a Jelenések könyve. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Hát kiről van itt szó? Rólunk. Azokról van szó, akik ismerik a názáreti Jézust, a sebzett hőst, akit értünk mart halálra a kígyó. És aki nekünk jogot ad arra, hogy az ő nevében egy testként, mint gyülekezet, mint a Krisztus teste felálljunk, képviseljük Jézust. És a bizonyság tételünknek az igéjével tapossuk a sátán fejét. És dolgozzunk a királyság helyreállításán. Nem mi zúzzuk őt össze halálosan, hanem amit Jézus megtett, azt mi kihirdetjük. Hirdetjük és valljuk, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Úr, az egy királyságnak a királya.
Nincs más király. Erre hívjuk az embereket, hogy térjenek meg az egy élő Isten hatalmába. Térjenek vissza a királyságba. Hagyjanak fel a lázadással, hagyják, hogy Isten megbocsásson nekik, és jöjjenek, és Jézus vérével, és a bizonyságtételükkel hirdessék ki, hogy Jézus az Úr. És minden egyes bizonyságtétel, minden egyes szórólap, amit bedobtunk múlt hét vasárnap a postaládába, minden egyes bizonyságtétel, ami elhangzik innen, minden egyes ének és ige hirdetés, ami elhangzik innen, az egy taposás a sátán, az ősi kígyó fején. Mert mindegyik rombolja azt az álvilágot, amit ő megpróbált felépíteni, amikor vette magának a bátorságot, hogy arra gondoljon, hogy átveszi Istentől az uralmat. A kérdéseim tehát, kész vagy dolgozni Isten királyságának a rendjéért, hogy újra helyre álljon az, ami megbomlott tragikusan. Kész vagy kitartani Isten útján akkor is, hogyha fájnak a kígyómarások? Hogyha bele kell halni? És kész vagy Krisztus testének a tagjaként harcolni az Úr harcait? Dolgozni a mennyért és taposni a kígyó fejét? Ha igen, akkor gyere, álljunk föl, és ezért fogunk imádkozni. Amen. Mennyei atyánk, te vagy az Isten egyedül. Senki más, csak te. Te voltál, te vagy, és te leszel a mi királyunk. Atyánk, jövünk hozzád, újra és újra, a bűneink súlya alatt. De köszönjük, hogy nem kell meghalnunk ennek a bűnnek a súlya alatt. Köszönjük, hogy nem kell a porba feküdnünk a bűneink súlya alatt, mert te egyszer s mindenkorra minden bűnünket elvetted, amikor feláldoztad értünk a fiadat, Jézust. A sebzett hőst, akinek halálos marást ejtett a sátán a sarkán, aki lefeküdt értünk a porba, a halálba, de aki hatalmasan feltámadtál, Úr Jézus, és uralkodsz örökkön örökké, mert te vagy a király. Atyánk, jövünk hozzád, és kinyilvánítjuk, hogy a te szolgálatodba akarunk állni. Hogy nem a lázadó királyságot akarjuk építeni, hanem a te királyságodat. Hogy hívni akarjuk hozzád az embereket. Hogy be akarjuk mutatni a helyreállás lehetőségét. Hogy nem kell minden nap végére halálosan elfáradni. Hogy nem kell értelmetlenül tengetni az életünket. Hogy nem kell az öröm morzsáival beérni, mert csatlakozhatunk a te örökké való mennyei királyságodhoz. Urunk, itt vagyunk együtt egy gyülekezetként. Akarunk téged szolgálni, akarjuk venni a felhatalmazást tőled, hogy kihirdessük a te királyságod erejét és hatalmát, és ezzel a bizonyságtétellel és Jézus vérének az oltalma alatt taposni akarjuk az ősi kígyó fejét, és érvényt szerezni a te királyságodnak egészen addig, amíg eljössz. Valóra váltani a te nevedben ezt a réges-régi ígéretet itt, ma is a 21. században. Kérünk, hallgass meg bennünket, és így vezess minket tovább. Amen. Maradjunk állva.